Az Európai Unió 2 éves, több mint 1 millió eurós összköltségű kísérleti programot indított tavaly márciusban, új ötletek, eszközök vagy stratégiák kidolgozására. Az új, úgynevezett Interreg projekt célja, hogy a programban résztvevő 8 közép-európai ország közösen tegyen a klímaváltozás vízgazdálkodásra gyakorolt hatása ellen. Mindenki tapasztalhatja, akár saját bőrén, akár híradásokból, hogy manapság egyre extrémebbe hajló időjárási jelenségek vannak, mind nagy csapadékok tekintetében, mind mondjuk aszályos időszakok tekintetében, és ennek a projektnek a célja az, hogy a klímaváltozás hatásainak elfogadása vagy adaptálása az egyes területeken hogyan valósítható meg. A közösen kidolgozott eszközrendszer a vízzel kapcsolatos kérdések klímatudatos kezelésére, az árvizek, a heves esőzések és az aszály kockázatának megelőzésére, a kismértékű vízmegtartási intézkedésekre és a vízkészletek védelmére fókuszál. Ezt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a kockázat megelőzésre irányuló innovatív eszközkészletet vizsgálják, majd közvetlenül a különböző országok partnerei a projekt 9 kísérleti mintaterületén. A kötévizik projekt partnerként van benne, illetve az Országos Vízügyi Főigazgatóság társul partnerként van benne, és gyakorlatilag mi is a 2018-as nagykunsági tervezés alegység, ami Tiszafürettől Mezőtúrig tart körülbelül nagyságrendileg, ezen területen vizsgálja, hogy a klímaváltozás hatásait hogyan és mint is lehet csökkenteni. Mind mondjuk például a heves esőzések, mind víz visszatartás vagy tározási lehetőségek vizsgálatával. A mai találkozó célja az volt, hogy a vízgazdálkodásban résztvevő hazai érdekeltek tájékoztatást kapjanak az uniós program eddig elért eredményeiről.